Üdvözöllek benneteket, Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője, ottan a Hadik Kávéház művészeti vezetője, és Gecsó Krisztián, aki reméljük, hogy majd bekapcsolódik idővel, pedig József Attila Díjas magyar költőíró. Sziasztok! Hát egészen különleges így, hogy egyből az otthonatokba is beengedtek minket. Köszönjük, egészen fura dolgokat csinál velünk ez a járványügyi helyzet, de megfogjuk a pozitív oldalát. Mindenki ismer benneteket viszont, mivel pályaorientációs rendezvényről van szó, arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan indultatok, és mi volt a ti utatok még a legelején. Viki, hozzád intézném az első kérdést. Ugye tudjuk, hogy volt egy ominózus tehetségkutató Balatonbogláron, hogyha jók az információim, amikor elkezdődött úgymond a Margaret Islandes vonal. Haladjunk kicsit visszafele az idővonalon. Hol kezdtél el te tanulni, és mi volt a te utad még a mindennek a legelején, úgymond? Fú, ez egy elég hosszú sztori. Igazából én 6 éves koromtól klasszikus klarinétot tanultam, úgyhogy én azt hittem, hogy majd egy klasszikus zenész lesz belőlem, aztán közben anyukám felvilágosított, hogy ezért a zenész az nem egy stabil megélhetés, mondjuk most már szerintem nem mondaná ezt, de hogy mindig azt mondta, hogy kell egy diploma, kell, hogy tovább tanulja, kell, hogy fejlesztem magam, hogy oké, hogy tök ez a klarinétozás, de hogy így az nem lesz elég. Úgyhogy én is gimibe egyébként eléggé ráparáztam erre, hogy így akkor hova fogok tovább tanulni, meg hogy mi lesz az utam. Úgyhogy megpróbáltam a Zeneakadémiát, aztán ott hagytam, és akkor a legvégén pedig egy ilyen nagyon egyszerű néprajz, kulturális antropológia, táncantropológia szakirányt választottam a Szegedi Tudományegyetemen, amit gyorsan elvégeztem levelezőn, és mellette pedig dolgoztam, meg mellette zenekaroztam. Ez akkor a klasszikus útkeresés, hát ez a minta példája, hogy próbáltál ráállni arra a vonalra, ami most rajta vagy. Alapvetően közben egyébként köszöntjük Gecsó Krisztiánt, megérkezett ő is a beszélgetésbe. Sziasztok! Előtte viszont még Annához szólnék. Nagyon izgalmas út a tiéd is, hiszen azt, ahol most tartasz, az mindenképpen egy nagykönyvbe illő, nagybetűs álommeló, hiszen amilyen projektekben vagy, de majd mindjárt lerántod erről a leplet, hogyha esetleg nem pontosan így kell elképzelni. Szóval amiben most vagy, az tényleg az, amit álommelónak lehet hívni, hiszen a legtöbb projekt sőt mindegyik projekt testhez álló neked, de biztos vagyok benne, hogy nem volt ez ennyire egyszerű még az elején. Mi volt a te utad a legelén, és honnét indult? Nyilvánvalóan az olvasás lesz a középpontban. Azt megerősítem, hogy ez egy álommeló. Ez tény, és ez biztos. Az állapodónak is vannak nehézségei és korlátai. Az én utam az volt, hogy soha nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, sem a gimnázium után, sem már diplomával a kezemben. Szóval az egyetlen biztos pont ez az olvasás volt az életemben, de hát azt tudtam, hogy az olvasásban még senki soha nem élt meg úgy, hogy otthon ül és olvasod állatos könyveket. Tudjátok, amikor elindult a kommunikációs médiatudomány szakasz, mindenki büfészaknak hívta, én oda természetesen jelentkeztem a fázmányra, és utána választottam egy nyomtatott sajtó szakirányt, akkor, amikor gyakorlatilag a nyomtatott sajtót szinte 100%-osan felváltotta az online sajtó, úgyhogy én igazából azt hiszem, hogy újságíróként végeztem, de a diplomaszerzésem után is ott volt még a hatalmas kérdés, hogy és akkor most merre induljak, és hogyan tovább, és az, ahol most vagyok, ez egy iszonyú hatalmas véletlennek a igazából végeredménye. Beszélünk még a véletlenekről a későbbiekben. Köszönjük, hogy közben megérkezett Gecsó Krisztián is, aki pedig, hogy mondjam, a tipikus példája annak szerintem, hogy régen csak legyintettek arra, hogy az írók és a költők el vannak önmagukban, maguknak készítik a kis életüket, de nem feltétlen arról szólt szerintem ez a pálya, hogy meg lehetett ebből élni. Nem tudom, hogy ezt most megcáfoljuk, vagy megerősítjük a következő percekben. Nálad hogyan indult ez a fajta útkeresés, vagy mi volt az a vektor, amit követtél, ha követtél egyáltalán még fiatalabb korodban? Hallottok-e mindenek előtt az a... Tökéletes a hangköszön. Az a kérdésem. Szuper, az nagyszerű, mert azért nem akarnék egy átlagos pedagógus sorsára jutni, akinek a 40. percbe szólnak, hogy nem hallatszik az előadása. Minden esetre a megcáfolnának első körben, mert a szocializmus időszakán kívül tulajdonképpen mindig is az volt a cél, és mindig is az volt a nagy kihívás, hogy hogyan lehet az alkotási folyamat mellett, ami rengeteg időt és energiát vesz igénybe,
valamilyen módon föntartani önmagad, és hogy ez piacképes dolog lehet-e. Legfőképpen a nyugatosok különböző nemzedékeinél volt ez egy nagyon szép kihívás, például magát a folyóiratot fenntartani, valamilyen módon érdeklődést generálni, olvasókat nevelni, amit egyébként az Anna csinál, tehát ugye nyilván ez az olvasóvá nevelésnek egy fontos színterek a közösségi tér, és hát ezen túl az a bizonyos elefántcsontorony, amelybe az írókat szokás tenni, hogy ők ott a szép lelkükkel elhúzódva alkotnak, az sokkal inkább egy olvasói fikció, és egy olyan generált dolog, ami nem fedi a valóságot. Én semmi újat nem találtam ki, és nem gondolom, hogy mondjuk a nyugatosokhoz képest, akik a Zeneakadémiától kezdve a legelegánsabb helyeken igyekeztek magukat pozícionálni, ahhoz képest az, hogy mi mondjuk kávéházakban vagy klubokban felolvasunk, az valami nagy találmány lenne. Még a legelején, amikor Viki elkezdtem mondani, hogy őt a klasszikus útkeresést választotta, tehát tényleg nagyon sok mindent kipróbált, mire elért oda, ahogy már egyértelművé vált, hogy a zenei vonal lesz az, ami meghatározza az életét. Milyen buktatók voltak így visszagondolva a mostani életedből visszanézve, amik mondjuk elvették a kedvedet attól, hogy te ebbe az irányba elindulj, hogy a zenének alárendeld mondjuk mondhatni a teljes előttel való időszakot, hiszen ugye te is mondtad, hogy nem ebbe az irányba kezdtél el tanulni. Hát az, hogy nem ebbe az irányba kezdtem el tanulni, az nyilván az csak egy családi nyomás volt, hogy legyen egy szakmája az embernek, ami az így vissza tud nyúlni, hogyha bármikor beütött a krak. Hát én vidéki lány vagyok, és sajnos még nálunk az járta, hogy a zenész az nem dolgozik, hanem az csak azért megy zenésznek, mert nem tud dolgozni, meg nem tud munkát vállalni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rossz sztereotíp, és szerintem sajnos mai napig fennáll. Én végig minden ilyen egyes szakaszon arra gondoltam, hogy én azért dolgozom, vagy azért tanulok most, vagy azért szerzem meg a diplomát, vagy azért vállalok be rengeteg másfajta munkát, hogy majd egyszer ez a sok energia összeadódjon, és azt csinálhassam, amit most csinálok, vagy amit szeretek. Úgyhogy igazából én ezért voltam ennyire kalandvágyó, mert egész végig az a cél levegettetem mellett, hogy én igazából nem ezt szeretném csinálni, de hogyha végig kell ezt az egész hülyeséget csinálom azért, hogy egyszer azt csinálhassam, akkor megteszem, és igazából bejött. Ez is kettő részre bontató, kalandvágyónak lenni, illetve motiváltnak lenni. Anna, te melyik voltál a kettő közül? Mi volt az a motiváció, ami alapvetően megalapozta az utadat, hogy te ott legyél, ahol most vagy? Mi volt az a vektor, amit követtél? Hát nekem egyértelműen az írók, költők, művész emberek, akikkel egy idő után találkozhattam és dolgozhattam együtt, ők voltak azok, akik engem mindig motiváltak és máig motiválnak. Meg amit Krisztián mondott, hogy ez egy nagyon egyszerű képlet, hogyha én elolvasok egy jó könyvet, akkor én szeretném, hogyha ezt minél többen elolvasnánk, mert szerintem ez egy hatalmas élmény, és ez az egy egyszerű képlet történik itt az életemben, és az, hogy én azokkal az emberekkel dolgoztatok, akiket kamaszként, vagy máig rajongva olvasok, az meg szerintem az álommunka maga. Nekem is volt ilyen, rengeteg konfliktusom volt az édesanyámmal például kamaszként, hogy nálunk a családban hát akkor olvastunk, hogyha ráértünk arra, vagy hogyha már kész voltunk minden feladattal. Nem, soha nem előzhette meg az olvasás a porszívózást egy vasárnap délelőtt, vagy egy házi feladatírást. És nagyon sokáig, sok időbet telt, mire elfogadta a környezetem, hogy van olyan indok, hogy én lemondok egy programot, amiatt, mert én most olvasok. Krisztián, nálatok hogyan működött ez, hogyha kérdezhetek ilyen kicsit személyesebbet a családban, hogyan működött az, hogy te az írás felé húztál, és ezzel próbáltál olyan kvalitást szerezni, hogy később abban majd esetleg meg tudjál élni. Hogyan fogadták ezt otthon? Hát én tudok Vikihez meg Annához csatlakozni teljes egészében. Ugye én egy kis faluban nőttem föl, parasz családban, gondolhatod, hogy az íróság, mint megélhetés, az milyen hihetetlenül nagy perspektívának tűnt. Ráadásul nem csak a megélhetés szempontjából tűnt irreálisnak, hanem a megvalósulás szempontjából. Tehát az, hogy abból meg lehet-e élni, vagy nem, az már föl sem merült, mert úgy sem lehet. Tehát, hogy úgy sem valósulhat meg.
Nekem egy fontos és, hát hogy is mondjam, metaforikus történetem, amikor gimnazistaként megpróbáltam meggyőzni a keresztanyámat arról, hogy az érettségi ajándék az ne egy aranynyaklánc legyen aranykereszttel, ahogy azt a hagyomány diktálja, hanem én nagyon-nagyon szeretnék egy írógépet. Akkoriban még én egy másik generáció vagyok, írógép jártam. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire másképp lehet megtanulni rajta gépelni, meg a szöveghez való viszony az mennyire más, ha át kell gondolnod egy mondatot, különben ott marad a papíron. De ez most nem érdekes. Minden esetre, hát szegény majd belehalt, hogy nem veheti meg nekem az aranynyakláncot, mert ő nagyon készült arra, de megnyertem azt a csatát, és az a csata volt az első olyan, amikor is a közösség, a családi közösségi térben az, hogy ez fontosabb annál, mint hogy ez megmosolyogtató hobbi, az így valahogy elfogadták. Minden más azért már sokkal nehezebb volt, és tulajdonképpen az egészben mindvégig az a naivitás tartott meg, hogy nekem viszont az volt a meggyőződésem, hogy lehetek író. És én a mai kamaszoknál azt az elkeseredettséget fájlalom leginkább, meg akkor vagyok leginkább kétségbees, amikor őket kétségbeesni látom. Tehát mondjuk elmentem a volt gimimbe, és azt mondták nekem a gyerekek, hogy könnyű neked, mert akkoriban még lehetett, de ma nem lehet. És ha most ezt gondolja egy gimnazista, akkor elvették a hitét. Akkor a legfontosabb dolgot vették el tőle, mert természetes, hogy akármilyen szakmát választ, akármilyen álommeló felé, ahogy ti mondjátok, törekszik, marha sok ellenség lesz. Senki sem akarja majd, hogy oda kerüljön, senki sem akarja majd, hogy ott őt szeressék, hogy ott elfogadják. Vannak ott elegen, érted? Tehát nem, nincs rá szükség. De mégis a legfontosabb, hogy ő, ha elhiszi, hogy benne megvan az adottság, benne megvan a hit, és ő dolgozik azért, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor minden fontos dolga megvan. De ha már ő eleve azzal áll, és elvették ezt tőle, akkor sajnos ez nem fog menni, mert rengeteg buktató van benne. Grecsó Krisztiántól hallottunk egy nagyon fontos dolgot, ez az első csata megnyerése. Anna, téged kérdezlek most, nálatok mikor volt ez az első csata, hogy akkor már nevezzük így nevén, amikor egy olyan meggyőző dolgot csináltál, amit a környezeted nem csak hogy észlel, de fel is kapták a fejüket, és azt mondták, hogy valószínűleg akkor itt több is van mögöttem, mint egy hóbort. Én nem tudok egy ilyen pillanatot mondani, szerintem inkább ez a folyamat, hogy évek óta folyamatosan csinálom. Most már 7 éve dolgozom a hadikban, és nem volt egy fordulópont, amikor én és a családom azt érezte, hogy na most már aztán büszkék lehetünk a lányunkra, és szuper, hogy tényleg ennyit olvasott, és mi ezt hagytuk neki, hanem hogy én inkább azt tartom egyfajta büszkeségnek, vagy egy csatának, hogy ezt régóta konstant folyamatosan tudom csinálni. Talán inkább ez az, ami egyfajta, és ez ad energiát és erőt ehhez, hogy igen, majd tavasszal újra folytassam. Igen, ez egy érdekes szemszög, illetve az is, hogy én úgy érzem, hogy akkor kell igazán bizonyítani talán a család felé is, amikor esetleg már a tanulmányok elfogynak, és kirepül az ember a nagybetűs életbe, és akkor vajon meg tud-e élni, vagy akkor tudja-e vajon csinálni azt a fajta tevékenységet, amiből ő szeretne pénzt szerezni. Anna, esetleg van-e ellenvetésed? Mert láttam, hogy egyből volt egy reakciód. Hogy azért azt itt, hogyha már tényleg ez a címe a beszélgetésnek, akkor szeretném elmondani, hogy azért én nem olyan nagyon rég tudtam gyakorlatilag 100%-on a saját lábamra állni anyagilag. Mert, és szerencsés vagyok, hogy tudott támogatni az édesanyám, aki ugyanaz látta, hogy éjjel-nappal dolgozom, mert hogy azért az estébe és a hétvégébe is belefolyik, mert ugye hol lehet, ez a nehéz az álommunkának, hogy hol húzod meg a határt, hogyha én Grecsó Krisztián regényét olvasom egész hétvégén, mert én majd szeretnék beszélgetni vele a következő hónapban, akkor az az én hobbim, vagy az a munkám. Elmegyek egy szombat este meghallgatni a Wikit, mert az is hozzátartozik ahhoz, hogy én majd tudjak vele bármilyen programon beszélgetni vagy tervezni, akkor az most a munkám vagy a hobbi, és szórakozom ott. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, hogy mindenki azt lett a környezetemben, hogy túl sokat
nem vagyok itthon mondjuk, viszont ahhoz képest nagyon-nagyon kevés kell, amit hazahozok, vagy hát nem tudom eltartani magam. De, bocsánat, azzal lesz szeretném zenni, hogy ez tudom, hogy talán könnyű vagy túl romantikus, de hogy ez nem volt első számú szempont számomra. Sokkal nagyobb öröm volt, hogy azt csinálhatom, hogy soha nem kellett még úgy elmennem dolgozni, hogy én nekem nem volt kedvem elmenni dolgozni. Közben érkeznek egyébként a kérdések, de még mielőtt ráfordulnék, feltenném Vikinek is ezt a kérdést, akkor hagyjuk a csataszót, hiszen azt megbeszéltük, hogy nem feltétlen csatározásról van itt szó, hanem ez egy folyamat. Nálad ez hogy nézett ki, amikor a család egy picit elkezdett másképp nézni arra, hogy te nagyon szeretsz zenélni, és az életed részévé próbálod ezt formálni? Hát szegények nem sokat tudtak hozzászólni, mert igazából én egy elég harcias típus vagyok, vagy hogy inkább magabban vívom le ezeket, és nem a környezetemmel együttvéve, szóval igazából csak azt látták, hogy van egy gimis rockzenekarom, és hogy jönnek a gimisek ránk tombolni, amikor lehet, és hogy nem tudom, utolsó évben nyáron összeszerveztünk egy ilyen mini Balaton körüli turnét is ezzel a gimi zenekarral, és hogy nem vagyok annyit otthon, meg folyamatosan próbálok, tehát inkább ez, hogy nem töltöttem annyit nyilván a többi tantárgyal, hanem mindig zeneiskolában voltam, vagy pedig próbáltam, tehát hogy nyilván ez egy ilyen feltűnő dolog lehetett nekik, de nem nagyon jutottak szóhoz szegények, mert elég ilyen szélvész kisasszony vagyok, úgyhogy nem engedtem őket ebbe a térbe. Felmerült egy kérdés a nézők soraiból, hogy bárki válaszolhat rá, aki a legjobban magáinak érzi. Szerintetek hol tartanátok most, ha nem kellett volna a göröngyös utat végigjárni az elején? Ez egy fura kérdés, mert hogy kevés olyan dolog van, egyébként meg is jelent a kérdés, hogy hol tartanátok most. De bocsánat, ez Vikitől kérdezték konkrétan. Hol tartanám most, hogyha nem kellett volna a göröngyös utat végigjárat az elején? Jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez nagyon érdekes, mert én gimi alatt is sokat voltam külföldön, és én megmondom őszintén, hogy sosem azt képzeltem magam előtt, hogy én itthon leszek. Tehát, hogy valamiért nekem mindig az volt, én emlékszem, hogy volt ilyen, hogy 16 évesen írtam még Messengeren, vagy nem tudom, az osztálytársaimnak, hogy én el akarok innen menni Svédországba tanulni, vagy akárhova, és sose képzeltem el magam így, és a Margaret indulás előtt is mindig azt hittem, hogy majd én külföldön fogok énekelni, vagy ilyen túrajáró hajókon fogok, nem tudom, ilyen feldolgozásokat énekelni, úgyhogy nem tudom, hogy hol tartanék akkor, nagyon örülök, hogy most itt tartok, inkább ezt mondanám, és örülök, hogy bíztam a megérzésem, mert szerintem az a legfontosabb, hogyha bizonytalan vagy, hogy amit szeretsz csinálni, és amit az Anna is mondta, hogy amiért fel tudsz kelni minden nap, és boldog vagy, hogy azt csináltad, azt kell csinálnod, és nem kell mindenféle felesleges pluszkörbe vállalni, hanem azért az egy dologért megtenni mindent. Érkezett még egy kérdés, ezt is gyorsan szeretném felolvasni. Ezt Grecsó Krisztiántól kérdezte az egyik kommentelő, hogy amikor berobbantál és megismertek az emberek, miben változott az emberek hozzáállása, hozzád való viszonyulása, hogy te vagy egy egészen, tehát hogy egy egészen más karakter lettél, mert most már ismerté váltál. Bocsánat, kicsit szakaszokba kaptam meg a kérdéseket, de remélem, hogy átért hozzád. Igen, igen. Én az előző téma az, mielőtt a Luca kérdésére válaszolnék, egy nagyon rövid mondat arról, hogy természetesen ennek az álom megvalósulásoknak nagyon sok tévútnak látszó, zsákutcának látszó ügyei lehetnek. Én nagyon sokat dolgoztam újságíróként, most is szerkesztőként dolgozom. Ez nem úgy néz ki, hogy akkor én szépíróként befutottam, és attól kezdve én csak annak élhetek, hogy én írom a regényeimet, és álmodozva nézem a kékeget, és Veráról gondolkodom, hanem nagyon sok minden más van e mögött. Én például egészen különös dolgokat, forgatókönyveket, alkalmazott műfajban nagyon sok mindent, reklámszövegeket, sőt, ezt őszintén bevallom most itt, még valóságshowt is írtam. Tehát, hogy egészen különös dolgokon kellett keresztül menni, és én nem állítom azt, hogy mind hasznos volt, de nagyon sok mindent tanultam például a heti lapszerkesztésből, nagyon sok minden olyan anyag jött, ami aztán engem úgy faragott át, hogy például a heti lapszerkesztés, amikor a Nőklapja vezető szerkesztője voltam, az nagyon távoli ügynek tűnik egy szép író kialakulásához, de megtanultam beosztani a napomat,
megtanultam dolgozni, megtanultam egy csomó mindent. Na most én nagyon szerencsés vagyok az ügyben, hogy sok-sok év munka és sok-sok apró lépés után jött az, hogy a mellettem elférsz megtalálta az olvasókat. Nekem addigra már nagyon sok könyvem volt, és mindig egy picit haladtam. És 10 évek után ezek a lépések folyamatosan fölkészítettek engem egy változásra. Szerintem az ismertség az egyáltalán nem úgy néz ki, hogy az emberek elképzelik, mert nagyon fárasztó dolog tud lenni, ugyanis az a helyzet, hogy mindenki akar tőled valamit. Na most ezt egy ideig bírod lelkileg, de hát mégiscsak az a helyzet, hogy tulajdonképpen egy szívességgyár az ismertség. Egy folyamatos kiszolgálása annak a helyzetnek, amit te tulajdonképpen azt hitted, hogy élvezni kell. Miközben ez valójában úgy néz ki, hogy én egy folyamatos pszichológus vagyok, aki mondjuk az Aldiban meghallgatja a vásárlónéni történeteit arról, hogy az ő édesanyja hogyan, és na most képzelj el egy olyan Aldi vásárlást, ahol ez megtörténik 3-szor. A kenyeres pult előtt, a izénél ad, na a harmadiknál, és akkor hazajössz, és a feleséged megkérdezi, hogy mi a fene tartott 1,5 óráig. Itt van szemben az Aldi. Na most mondom, tehát ez egy ilyen helyzet, és ez egyáltalán nem, hogy is mondjam, szerintem egy épeszű embert ez alázatra szoktat, mert hogy mondom, tehát hogy valójában ez annyit jelent, hogy mindenki szeretne tőled kérni valamit, ha más nem, a figyelmedet. Köszönöm a választ. Az, hogyha az álomeróról beszélünk, akkor felmerült itt az előbb egy nagyon érdekes dolog, hogy már több könyv volt készen, mielőtt az a fajta ismertség bejött, ami esetleg most tapasztalható. Beszéljünk kicsit a buktatókról, illetve azokról a pontokról, amikor holdpont elé keveri az embert a sors. Volt olyan közületek, aki esetleg feladta volna ezt az utat? Már volt olyan holdpont, amikor azt mondta, hogy én ezt nem csinálom tovább, hiszen azért az álommeló nem csak úgy jön, hogy valamihez ragaszkodunk, és akkor biztosan meg lesz annak a helye, ahol majd az ember kamatoztathatja tudását. Viki. Hát ez, hogy én feladom, inkább amióta a zenekar van, azóta van ilyen, hogy elengem van néha fiúkban, és akkor inkább megnyírjuk el az egészet. Nem, csak viccelek. Igazából ilyen szerintem, vagy nyilván vannak napok, amikor nehezebbek a dolgok, és amit mond a Krisztián is, hogy amikor az emberek folyamatosan csak kérni akarnak tőled, meg mindig csak akarnak valamit, meg beszélgetni, meg tényleg minden, amit elmondott, az tényleg így van, akkor ez nagyon fárasztó tud lenni, és akkor az ember így realizálja, hogy én ezt vállaltam ezzel, hogy én ezt az utat választottam, vagy hogy küzdöttem az álmaim érdeközben, meg ez az egyetlen dolog, ami boldoggá tesz szerintem mindannyiunkat, a szakmánk, amit csinálunk, vagy amit kitaláltunk magunknak világot, úgyhogy ezért szerintem nincs ilyen gondolat, vagy érdemes ezért csinálni, meg érdemes a rossz napot is bevállalni. Tiszta sor. Viszont van úgy, hogy rossz napok is már akkor jönnek, amikor még a próbálkozási időszakban vagyunk, és még nem feltétlen érjük el azokat a sikereket, amiket várunk esetleg egy ilyen álommunkától, vagy egy olyan dologtól, amit mi nagyon szeretünk, vagy amiben úgy érezzük, hogy nagyon jó vagyunk. Anna, nálad voltak olyan időszakok még az elején, mondjuk még a hadik időszak előtt, ahogy te mondtad, hogy nem olyan régóta tudod ezt úgy csinálni, hogy már a munkádnak mondható az a fajta szenvedély, amit képviselsz. Előtte voltak nálad olyan holdpontok, hiszen azt veszem észre, csak ahogyan a felvezetőben Krisztián is elmondta, hogy nagyon sokaknak kedvét szegi az a sok csalódás, illetve már eleve a környezet is ahogyan fogadja az ő álmaikat. Hogy volt ez a te esetedben? Tapasztaltál-e ilyet? Én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy engem nagyon sokan támogattak, hogy én mertem mindig segítséget kérni és kérdezni, és soha nem kaptam elutasítást. Azt nem tagadom, amit Krisztián be is dobott, hogy azért miért is támogatna egy olyan közeg, aki ugyanezt csinálja mondjuk, vagy konkurens látunk egymásban, és ez nagyon fájdalmas volt, amikor ezt megtapasztaltam, hogy hát nem mindenki örül annyira, hogy én itt olvasgatok és ajánlgatom a könyveket. Viszont ez volt az egyetlen mély repülés, és azt húzott ki ebből, hogy az olvasást nem lehet kisajátítani szerintem, és igenis fontos az, hogy
amiben hiszünk mindannyian egyesével, hogy jusson el minél több emberhez, és a fiatalok is ugyanúgy vegyenek könyvet a kezükbe, mint ahogy mi vettünk annó, mert hogy szerintem ennél nagyobb élmény nincs az ember életében, mint amikor olvashat, úgyhogy ez mindig kirántott, ez a mélységes hit, vagy ez a mélységes rajongás a könyvek iránt, ami bennem van, hogy hát ha ezzel a rajongással egy kicsit ösztönözni tudok másokat is. Anna, hozzáérkezett a következő kérdés itt az egyik kedves kommentelőtől, hogy érdeklődnek, hogy a Pocketnél irodalmi vezetőként pontosan mi is a te munkád. Nagyon az izgalmas. Az a Krisztián. Bocsánat, ne haragudj, csak az elején odaírtak egy nevet és elnézést. Bocsánat, Krisztián. De nézd, itt van egy Pocket a fejem fölött sorrendben. Igen, igen, látom. Köszönöm szépen, köszönöm. Az a helyzet, Lilla, hogy én a Hasival a legeslegelején szerkesztőként kezdtem el dolgozni, de most már ott van egy komplett csapat. Úgyhogy sem Hasi, sem én, mármint Vecsei H. Miklós, bocsánat, sem én konkrét munkát a Pocketnél már nem végzünk, mert ez a fiatalokból, ambíciózus fiatalokból álló szerkesztői gárda és szerkesztőség és kiadó átvette a munkát, és ez is volt a cél, hogy a Pocket önjáró legyen, hogy az a generáció, akihez szól, azt csinálja. Tehát nem mi akarjunk diktálni, nem mi akarjuk megérteni, hogy mi történik, de hát, hogy is mondjam, én most ott egy ilyen tiszteletbeli elnökként, vagy tehát nagyjából, mint a köztársasági elnök, aki nem csinál semmit. Tehát, hogy már bocsánat, de hogy így valahogy működök. Akkor mégiscsak visszadobnám a labdát, Anna, te, mint a jelenleg a Hadik művészeti vezetőjeként, hogyan kell elképzelni a te munkanapjaidat? Persze, nyilvánvalóan most egy kicsit azért változott a helyzet, hiszen a mindennapok nem teljesen azt a profilt mutatják, amit megszokattál az elmúlt időszakban, de mégis kicsit mesélj a te tevékenységi körödről. Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbben úgy lehet elmondani, hogy mindent a mi osztályunkhoz, osztálynak hívjuk magunkat, hárman vagyunk benne, a főnököm, én, és most van egy új kolléganőnk, mit csinálunk, ami nem a gasztronómia. De az étlap tervezés és nyomtatás is hozzánk tartozik. Leginkább nekem most már csak a program szervezés az, hogy hogyan épüljön fel a következő fél év, milyen programok legyenek, programsorozatok legyenek, kik legyenek ott a meghívott vendégek, ezt hogyan kommunikáljuk a social media felületeinken. Úgyhogy most nálam ez marad. Hát jelenleg sajnos hát így álmodozhatok a következő fél évekről, és nagy terveket szövegethetek, és ez marad, de nagyon remélem, hogy egyáltalán fent tud maradni a Hadik ezekben a nehéz időkben. Bejött még az egyetem, hogy az egyetemen taníthatok most ebben a fél évben, úgyhogy most ezután is vizsgáztatni fogok itt a Zoom-on. Ez egy nagyon jó új kihívás. Ez mindig fontos szerintem, hogy az én életemben mindig így fél évente jön egy valami, ami egy újabb megmérettetés és új kihívás, úgyhogy ez most egy kicsit inspirál. Az, hogy te a szakmádat tekintve most ezt csinálod, és akinek esetleg ez nagyon-nagyon vonzó, mit ajánlanál? Hiszen a Cornect az alapvetően a pályaorientációról szól, és akinek mondjuk tetszik, és hasonló irányba képzelni el saját magát, mi lenne a legjobb ötlet, amerre érdemes lenne elindulnia? Hogy látod? Ez az a kérdés, amit a legjobb megkapok, és nem tudok rá válaszolni, mert hogy szuperül néz ki az, hogy én itthon ülök a kutyámmal, olvasok, aztán a Krisztiánnal és a Vikivel beszélgetek egy színpadon, és így telnek a napok, viszont nagyon sok mindent nem látnak. Én megmondom őszintén, hogy nem az egyetemen tanultam, és nem a diplomámmal kaptam azt a tudást, amivel tudok dolgozni most, hanem mindent élesben, a terepen tanultam meg, és a gyakorlatban, úgyhogy én mindenképp azt mondanám, hogy egyrészt, hogy olvassanak rengeteget, járjanak színházba, és legyenek képben a kulturális élettel, legyenek képben, olvassanak híreket, külföldi híreket, nézzék meg, mi történik tőlünk, kicsit
nyugatabbra, vagy bárhol máshol, vagy Magyarországon járjanak múzeumba, és legyenek iszonyú alázatosak, és merjenek kérdezni, és maradjanak kíváncsiak. Én amúgy ezen kívül mindent meg lehet tanulni, szerintem, abból, amit én csinálok. De ezeknek muszáj, hogy meglegyenek az emberben. Úgy látom, hogy még van egy kis időnk. Krisztián, te tudnál valami olyan receptet adni azoknak a fiataloknak, akik nagyon szeretnek írni, így módon alkotni, hogy mi az az út, amit esetleg követniük kell, vagy mi az, amivel esetleg segíthetik a saját maguk előrejutását, vagy itt sincs tipikus recept, hanem sokkal inkább csak megérzésekre kell hagyatkozni. Nem, én ajánlanám, és szerintem nagyon jó dolog a bölcsészkar. Mostanában azt egy haszontalan ügynek tekintik. Nagyon divatos a bölcsészkart lenézni, nagyon divatos a reál tudást előtérbe helyezni, miközben én azt látom, hogy a munkaerőpiacon ez egyáltalán nem igazolódik vissza. Mi történik ugyanis? Amit Anna mondott, a munkaerőpiacon kell megtanulnod valójában mindig azt, amit csinálsz. Az egyetem arra nagyon ritkán készít fel. Mit tud a bölcsészkar? Világképet ad, nyelveket tanít, tanít, és legfőképpen ad egy műveltséget. Amikor te HR-es leszel, vagy mit tudom én micsoda, az összesnél, a legkülönbözőbb munkahelyeknél, amit reálnak gondolnak, ott is sokkal inkább erre a tudásra van szükség, mint amit mondjuk az építészmérnöki karon rendkívül szakbarbár módon kapsz. Nem lehet mindenki építészmérnök. Tehát, hogy ezt én sokkal hasznosabb ügynek találom, hogyha valaki megtanul rendesen egy önéletrajzot megírni, megtanulja kifejezni magát, van szókincse, tud gondolkodni, és látja valahogy a világot. És nyilván ehhez neki nagyon sok mindent hozzá kell tennie. Tehát, hogy ez egy nagyon jó ugródeszka, és valójában, hogy ez most az írás az hobbi lesz-e, vagy alkalmazott műfajokban tud majd megélni, mert nagyon sok mindent lehet csinálni az írással, tehát ez nem ilyen egyszerű. Például uniós pályázatoknál nem egyszer tapasztalom azt, hogy rendkívül képzett pályázatírók, akik hihetetlenül tudják azt, hogy kell a rubrikákba beírni az összegeket, meg minden, nem tudnak 8 épkézláb mondatot megírni arról, hogy mit szeretnének. Nem tudják kifejezni a vágyaikat, nem tudnak hatást kelteni. Na most a hatáskeltés az, hogy te érzelmeket tudsz generálni, lásd mondjuk a wikiék univerzumával egy világkép is eljött hozzád, és azt mondod, hogy ha a Margaret Islandet te tudod, akkor te láthatod valahogyan a világot. Na most ezt a hatáskeltést, ezt lenézni, és azt mondani, hogy ennek nincs munkaértéke, ez a lehető legostobább hozzáállás a mai világban, ennek van munkaértéke. Tehát a jelen pillanatban, ha valamivel tudsz boldogulni, akkor ez, és ez nem feltétlenül művészi alkotás, de egy olyan tudásnak a használása, amit egyébként a művészek is használnak. Köszönöm szépen, és van még egy néhány másodpercünk, Viki, semmiképp nem szeretnék kihagyni ebből a kérdésből. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mit csinálnám másképp, hogyha tudnád most, hogy esetleg visszarepülhetnél az időbe, és még behozhatnál olyanokat, amit akár elszalasztottál, akár nem volt rád lehetőséget. Mit javasolsz azoknak, akik mondjuk éreznek magukban tehetséget, és milyen iskolákat kellene ahhoz végezniük, vagy milyen irányba induljanak el, hogyha követnék az álmaikat, és mellette még képeznék is magukat? Fú, ez jó sok kérdés most így egyszerűen. Hát biztos, hogy korábban kezdtem volna el ilyen fanatikusan olvasni, mondjuk az Anna, vagy ilyen sokat írni, mint a Krisztián, és én nem írok annyit, meg nem olvasok, tehát most egy hülye megfogalmazás, de hogy korábban kezdtem volna el szeretni ennyire az olvasást, vagy korábban kezdtem el volna naplókat írni, korábban kezdtem el volna kijegyzetelni mindent, így a saját szempontomból, de egyébként nem csináltam volna semmit másképp, hát most már az, mi lett volna, ha ez a legrosszabb kérdés, amit szerintem fel lehet tenni, hogy mi lett volna, ha másképp csinálod, mert akkor nem lennék az, ami most vagyok, hogy nem csinálnám azt, amit most csinálok szerintem. Mindenki tényleg legyen bátor, vagy merjen lépni, vagy tényleg ne másokra hallgasson, vagy ne arra hallgasson, hogy ki mit mond, hogy neked mit kell csinálni, hanem hallgasson arra a belső hangra, amire nagyon kevésszer szoktunk manapság, mert
szeretjük ezt így elrejteni, és szerintem nem kell attól félni, hogy mit szólnak majd mások, hanem tényleg próbálja mindenki a saját házatáján söprögetni a szemetet, meg a saját lelki dolgait, és ebből táplálkozni, és ebből kihozni a maximumot, és hogyha bölcsészakra akar menni, és büfészakot akar végezni, mint mi az Annával, akkor tegye azt. Mert egyszerűen tényleg ad egy olyan tartást, meg ad egy olyan kritikai gondolkozást, hogy folyamatosan kérdéseket teszel fel, és nem készpénznek veszed a híreket, vagy azt, amit mások mondanak, hanem próbálsz gondolkodni, és mögé látni a dolgoknak. Nem hogy tudom, hogy ezzel válaszoltam bármelyik kérdésre. Igen, alapvetően mindegyikre, igen, bízom benne, hogy ezzel tudtunk ötletet adni és inspirálni valamennyiötökkel a nézőinket itt a Connector. Én nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok erre, és hogy itt voltatok velünk, megosztottátok a tapasztalataitokat. Tartsatok velünk, hogyha úgy érzitek, várunk titeket legközelebb is. Köszönöm.